Még magyar ember él a földön, addig nevedhez mindig hozzá fogja tenni. Mátyás, az igazság. János hívására, szépen összegyűlvén, királyra szavazni. Háromszor az égbe koronát feldobni. Háromszor repül az korona az égbe, háromszor is szállt az Mátyás székfejére. Illő az országnak, vitéz jó vezére, derék magyaroknak, tiszű fejedelme. Mátyást királlyá választják. Bencédi Széke István és Turóci János krónikája nyomán. Amikor László király meghalt, erősen megijedtek azok az urak, akik Hunyadi László halálát okozták. Hogy ne ijedtek volna meg, amikor Szilágyi Mihály nagy sereggel közeledett Buda felé? Pedig Szilágyi Mihályt nem a bosszúállás szándéka vezette, ő ennél többre vágyott. A trónt akarta megszerezni unoka öccsének, Hunyadi Mátyásnak. Amikor Szilágyi Mihály a fegyveres sokasággal Pest városába érkezett, az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott. Az első éjszakán, abban a hideg télben minden csillag fényesen ragyogott az égen, a Duna vize pedig olyan erősen befagyott, hogy a jég hátán úgy járhattak, mint a síkmezőn. Reszkedtek is az urak a budai várban, mert Pest felül minden baj nélkül fel lehetett vonulni a várba. Ha most Szilágyi Mihály bosszút forral, vége az életüknek. De Szilágyi Mihály megüzente az uraknak, hogy nem áll bosszút Hunyadi László haláláért. Ekkor az urak felbátorodtak, levonultak Pest városába, hogy a király megválasztásáról tárgyaljanak. Hogy sokat tárgyalni nem kellett, mert a köznemesség sokasága 40 000 ember állott a Duna jegén, és mind Hunyadi Mátyást éltette. A gyermekek pedig ezt a dalt énekelték a pesti utcákon. Mátyást mostan választotta mindez ország királyságra, mert az Isten adta nékünk mennyországból oltalmunkra. Ezen a napon is csoda történt. A választás híre még ki sem szivárgott, de a pesti nagy templomban már felhangzott a hálaadóének. Amikor aztán az egész nép megtudta, hogy Mátyás lett a király, mindenki nagy örömmel ujjongott. Minden templomban meghúzták a harangokat, harsogtak a kürtök, szóltak a sípok, és olyan nagy hangon énekelt mindenki, hogy megtelt azzal a levegő ég. A választás éjszakáját annyi mágiarakás világította meg, hogy az emberek azt hitték, a csillagok szálltak le az égboltról. Soha még királyválasztás ennyi örömmel, ennyi dicsőséggel nem történt. De nem csak Magyarországon örültek ennek a választásnak. Erdélyben még sokkal nagyobb volt az öröm, mert a hunyadiak onnan származtak, s maga Mátyás Kolozsvár városában született. Ezért aztán Szilágyi Mihály, aki az egész választást rendezte, a választás után levelet küldött az erdélyi rendeknek. Azt írta a levélben. Ti láttátok a fenséges Mátyás urat, amikor megszületett, szemetek előtt nevelkedett, ezért magatokénak nevezhetitek. Nyissátok hát meg a vígasság forrásait, örvendjetek, vigadjatok, ujjongjatok, és adjatok hálát a jóságos Istennek azért a boldogságért, amelyben a magyar nemzet részesült. Mondd is meg néha emléke harangját, ne felejtsd el soha Kolloskor, mint Mátyás. Magyarok király, dicsőséget nem vész messzi múltba, míg magyar szó hallik Kárpátok aljába. Tegyél róla te is, ne mondja ez ország, meghalt Mátyás király, oda az igazság.